Nyilván tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés fog következni, Csiófokon senkinek nem könnyű. Ezt láttuk az elejétől kezdve. Hál' Istennek meg tudtuk szerezni a vezetést, aztán kaptunk egy buta hibával az első gólunkat, amit ők rúgtak. A másik fél időben nyilván ugye azt beszélik a többiek, hogy úgy kell kijönni, hogy rúgjunk gólt, gyerünk tovább, csináljuk. Ez sikerült is, aztán sajnos a végén kiegyenlített a Siófok. Nagyon sajnáljuk, mert tényleg ebben több volt ebben a mérkőzésben, de tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés lesz itt a Siófok ellen. Kiegyenlített a Siófok, de szerencsére rá tudtuk rúgni a második gólunkat, ami lélektanilag fontos volt. Nyilván ugye az első fél idő végén gólt kapni, ez sosem jó, de felálltunk belőle, és újba vezetést tudtunk szerezni. Aztán sajnos a végén ugye kiegyenlített a Siófok. Nyilván ugye ez egy összetettebb hiba volt, sokan hibáztunk benne, de mindenki a legjobbat akarta csinálni, sajnos nem sikerült. Megyünk tovább, ez még a bajnokság eleje. Ott vagyunk a harmadik helyen, de az elsőre akarunk odaérni, hétvégén a Kecskemét, azzal nyerni kell. Most még egy napot lehet ezt emészteni, ezt a döntetlent, és utána vasárnap pedig meg kell venni a Kecskemétet hazai pályán. Nyilván egy olyan mérkőzés után, amit már megnyertnek éreztünk, és döntetlenre hozott az ellenfél, rossz az öltöző, mert mindenki el van keseredve, de fel fogunk állni. Én úgy gondolom, hogy jó karakterek alkotják az öltözőt, úgyhogy vasárnapig van időnk ezt kijavítani.